Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, azaz egyházak szerep a mai társadalom című műsorunk mai adása kapcsán, és külön nagy szeretettel köszöntöm Nagy Sándor főgondnok, a református, Magyar Református Egyház 2003 és 2008 közötti főgondnokát, aki természetesen azért nem csak ebből állt az ő élete, hanem azért jelentős és érdekes életpályán keresztül, hogy tudta segíteni a református egyház társadalmi szerepvállalását. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. És hát egy kis bemutatkozást azért, hogy ez a Nagy Sándor, aki most ugye mondanám azt, hogy fiatal ember, hiszen 38 éves lenne most. Nem tudom, jól mondom esetleg ezt? Hát, ha kicsit megfordul, vagy tükörben nézzük ja, a számot. Ja, tükörben, igen. Igen, akkor stimmel. Úgyhogy egy picit magadról azért, hogy honnan is indul Nagy Sándor, és hogy jut egész odáig, hogy főgondnoki tevékenységével, áldásos tevékenységével segített az egyházat is. Én is tisztelettel köszöntöm Plati Iván címzetes államtitkár urat, aki ezt a nagyszerű műsort összeállított, és természetesen a nézőket és a hallgatókat is. A én életpályám meglehetősen érdekes, mert annak ellenére, hogy megadatott a egyháztagok, presbiterek és a többi tisztségviselő jóvoltából, hogy végigjárhattam a Magyarországi Református Egyház hierarchikus, négy lépcsős hierarchikus irányító önkormányzati rendszerének minden lépcsőjét, és ott világelnöki teendőket láthattam el. Én egészen 1969-ig nem akartam presbiter lenni. Nem azért, mert az egyházzal nem voltam addig is nagyon szerves kapcsolatban, hiszen kora ifjúságomtól kezdve már tulajdonképpen egyházi munkás voltam, annak idején ugyanis a kántortanítókat választás elé kényszerítették, hogy most vagy a kántorságot, vagy a tanítóságot válasszák. Hát legtöbb helyen jobban meg lehetett élni a tanítóságból, természetesen azt választották, és ott állt például a Békés Csabai Egyházközség egy nagyon szép orgonával, aminek nem volt igazándiból kántora, és így kényszerültünk egy 11 éves, nálam képzettebb fiatalember, meg jó magam 15 évesen kezdő ilyen barkács zongoristaként, hogy ellássuk a kántori szolgálatot. Ettől számít az én egyházi munkásságom, és egyébként pedig egy gyermekmisszió képző tanfolyamon is részt vettem már 15 éves koromban. Ezt a... Ezek szerint Békéscsabán születtél, Békéscsabán 35-ben, és ott is járta iskolában, nem? Békéscsabán jártam végig az összes iskolát, ott érettségiztem egy nagyszerű gimnáziumban, ami korábban az ágostai hitvallás szerinti evangélikus gimnázium volt, de hát átesett a szokásos állami mosításokon. És én ugye, aki annak idején beiratkoztam az első gimnáziumba, ősszel ott találtam magam az 5. általánosba, de miután ugyanabban az épületben, ugyanazok a tanárok, gyakorlatilag ugyanazt a tananyagot adták le, hát én abban az épületben, mert később aztán a gimnáziumi már 4 osztályt, ugyanott jártam ki, hát tulajdonképpen én szabályosan régi módon érettségiztem 1953-ban Békéscsabán. Nagyszerű tanáraim voltak, megtanítottak mindenre, ami ahhoz kell, hogy az ember tovább tanuljon, és hát így kerültem azután Budapestre. És Budapesten már rögtön kerestem a kapcsolatot az egyházzal, volt több szálam, az egyik a Szabadságtérre vezetett, a másik pedig a volt egyetemi gyülekezetbe, amely után még mindig egy kicsit kutatok most is, mert kíváncsiak vagyunk arra a régi időre, amikor fiatalok megtértek a lelkészek szolgálatára, és miután nincs idő elmesélni, de nagyon nagy dolog volt, hogy az én volt Békés Csabai kisztitkáromat itt az egyetemi gyülekezetbe, valószínűleg Konko Iván szolgálata révén úgy láttam viszont, mint megtért új embert, ez számomra. Ez a Műszaki Egyetem. Ez a Budapesti Műszaki Egyetem volt, igen, amelynek akkor egyetemi gyülekezete volt, de mire én ideértem 1953 őszén, akkor ez már illegalitásban működött. Sejtette. Mégpedig Karsai Dezső nagy tiszteletőr a Szabadságtéren adott
helyt ennek a kis gyülekezetnek. Úgyhogy egy kicsit kétlakian én jártam a Szabadságtéri gyülekezet rendes alkalmaira, és szombat délutánonként pedig az első emeleten ez a egyetemi gyülekezet, melynek a tagjai nagyon kedves testvéreimmé váltak azután. És hát úgy illeszkedtem bele a Szabadságtéri gyülekezet életébe, és végig valójában szabadságtéri voltam, amíg egyetemista voltam. Csak aztán megkértek később, hogy a Barostéri gyülekezet kis énekkarát kalauzoljam. Így volt egy ilyen kétlaki életem. Aztán még egy három lakiság is beleköltözött, mert megkértek a külső józsefvárosiak, hogy legyek a kántoruk. Úgyhogy három helyen pendliztem, és hát így ért el aztán a forradalom is. Én ugyanis az a történelmi évfolyam vagyok, amelyik annak idején kivonult az utcára, és hát végigcsinálta ezt az egész forradalmat. Okay. Tehát Budapestre kerülvén lényegében három gyülekezettel alakult ki kapcsolatom, és ebből a legerősebb volt a szabadságtéri gyülekezettel kötött kapcsolatom. Ott is házasodtunk meg feleségemmel, aki annak a bizonyos Barostéri társaságnak volt az egyik gyermeke. És ez annyiban érdekes, hogy utána szanaszét szélettünk mi, szabadságtéri ifjak, de azok, akik Isten tisztelet előtt 9 órakor ott minden vasárnap összejöttünk a szabadságtéren, azok a társaság egyik tagjaként, hadd mondjam ki a nevét, mert hálásak vagyunk, Ladányiné Borika, a professzornak a felesége ajánlotta, hogy találkozzunk már azok, akik valaha ott voltak. Mm-hmm. Ennek mintegy 40 éve, és akkor először ott a szabadságtéren, utána pedig negyedévenként mindig más-más lakásban. Ma is találkozunk. Ez a társaság úgy látszik tetszett az Istennek, hogy hasznossá tegye. Ilyenek voltak a tagjaink, mint a már elköltözött dr. Bojki János, jól ismert professzor. Balla Tibor, aki megalapította a Presbiteri Szövetséget, dr. Szilágyi Sándor, aki a Presbiteri Szövetségnek nemrég leköszönt volt, elnöke volt, és még sorolhatnám, hiszen nem ez számít, de ebben a közösségben nagyon egyszerű fiatalember is ott volt, és amikor körbe megszólaltunk, őnek is ugyanakkor a szava volt, mint a akadémia levelező tagjának. Ez a közösség számomra az ős keresztény gyülekezetnek a mai megtestesülése volt, ma is. Tehát tulajdonképpen a közösség hozott össze benneteket feleségeddel, és ez a közösség tartja össze gyakorlatilag a mindennapi baráti kapcsolatokat is, hát ahogy mondod, mert azért évente való találkozás, ez mindig azt jelenti, hogy igaz, hogy mint minden közösségnél csökken a létszáma, de a egymás iránti szeretet az megmaradt, és gondolom, hogy ez sokat jelent az élete hogyne, munkádba hogyne. Is. Annyit azért ugye hozzá kell mondanom, hogy a gyülekezeti kapcsolatom az aztán irányt váltott, mert lakásproblémák miatt vidékre kellett költöznünk, Szentesen töltöttem el feleségemmel, és ott született gyermekeimmel 7 évet. Úgyhogy a szentesi nagy gyülekezeteknek az életébe is bepillantást nyerhettem közelről is. Azt miután visszakerültünk Budapestre, a Budapest Törökőri Református Gyülekezetbe vertünk gyökeret 1969-ben, és ma is ennek a gyülekezetnek vagyok tagja, de hát ebben a gyülekezetben lettem aztán presbiter, gondnok, főgondnok, már most már tiszteletbeli presbiter, főgondnok, mert is letelt ez az időszak is, és ennek a gyülekezetnek valami különös lelkisége, mert hiszen Budapest legkisebb gyülekezete vezetett oda, hogy adott egy teológiai tanárt dr. Boros Géza személyében, adott egy esperest Canik Péternek a személyében, hát aztán adott egy megyegondnokot meg világi elnököt a zsinatnak személyem személyével. Tehát ez az a egyházhoz kötődő különböző dolgait, igen, de valamiből meg kellett élni. Ebből adódóan a munkahelyeid, azok hogy alakultak ahhoz, hogy mert ugye Műszaki Egyetemet végeztél,
Ez azt hiszem villamosmérnök, ugye? Igen, villamosmérnök, híradás technikai mérnök voltam, ma ugye mondanák, hogy számítástechnikus, informatikus, megsorolhatnám, akkor ez még mind egybe volt, egy nagyon perspektívikus szakma volt. Így valójában Isten különös akaratából, mert hisz nem nagyon törődtem én, hogy hova megyek, majd ahova Isten állít, én ott ellátom a dolgomat, és ahova jelentkeztem az óbudai hajógyárról, hogy nem kihultam a válogatásnál, mert nem voltam éppen ott az ajtónál, ahol szólítottak, és vártam, hogy na majd csak lesz valami, hát ez majd csak lesz valami, aztán az lett, hogy behívtak a tanulmányosztályról kb. Fél hónap múlva, hogy siessek gyorsan. Mert a Műszaki Fizikai Intézetnek a új igazgatója még keres két mérnököt, hát ketten, akik így kimaradtunk, kerültünk oda, és az akkor éppen megalakult Műszaki Fizikai Tudományos Kutató Intézet, MTA intézetnek lettünk alapító tagjaivá. Később tudtuk csak meg, hogy erre a pozícióra, erre a két pozícióra sokan pályáztak. Kemény pályázati folyamat végén aztán ketten megmaradtak, mind a ketten lemondták. És kétségbe esve kerestek már valami olyan viszonylag jó képességűt, akik a helyükre kerülnek. Hát így lettem én kutató a MTA-nál, és ott szépen haladtam a ranglétrán, valószínűleg ma akadémikus lennék, hogyha az Úristennek nem tetszik, hogy ezen most jót változtasson. Jöttek a gyerekek, betegség miatt nem maradhattunk a családban, kellett keresnünk valami lakást, és így kerültünk le Szentesre, ahol aztán egész más körülmények között folytatódott. És ott mi dolgoztunk? Ott egy teljesen új, szokták mondani, hát a műsor természetesen megengedi, nem elég vulgáris, de szépen szólott. Pöktek egyet a térképre, és ahol az leesett, azt mondták, hogy itt megcsináljuk Magyarország legmodernebb takarmánygyárát. És ez a Szentesi erőtakarmánygyár, amelyen angol, amerikai cégek dolgoztak, ez egy mintaüzemmé lett. És ide kellett három mérnök, hogy nehogy holnap után aztán baj legyen vele. Hát az egyik voltam én, aki talán a legfelelősebb munkát végezte, mert hiszen a vezérlés technika automatizálás, hát egyébként az elektromos ellátás, meg minden az én nyakamba hult. Itt voltunk 7 éven keresztül. Nagyon nagy lecke volt, mindenféle tekintetben nagyon nagy lecke volt, de nagyon nagy iskola is volt. Én valahol itt lettem igazából felnőtt emberré ebben a környezetben. Na és itt a gyülekezetet persze rögtön megkerestük. Imre Ernő, lelkipásztor, ismerik őt, mert könyveket is írt. Ő lett aztán ott a mi lelki atyánk, nagyon szép otthont adott nekünk. Egy kívánságát nem teljesítettem, presbitert akart belőlem csinálni. Direkt nem akartál? Hát ebbe az is benne egyéb volt. Egyéb elfoglaltságodat miatt. Nem. Ebbe benne volt az, hogy a presbitériumot, ahogy én addig ráláttam, úgy lehetett látni, mint hát emberek összejönnek, jó emberek, és általában, amit a lelkész mond, arra bólintanak egyet. Na, én nem akartam ilyen bólintó János lenni. Egy. Kettő, én tudtam, hogy a mi maradásunk itt, ez időleges. És ezért sem akartam vállalni, mert hát, hogy néz az ki, hogy esetleg egy év múlva választani kell újat. Ez a dolog aztán Budapesten megváltozott, mert úgy kerültünk egyébként a törököri gyülekezetbe, hogy apósomat dr. Boros Géza temette, akit hát úgy nagyon régről ismertünk, még fiatalabb korunkból, de személyesen nem. És az itt elmondott predikációja során összenéztünk a feleségemmel, aki egyébként parókiálisan oda tartozott, mert ott született. Uh-huh. Hát nem megyünk vissza se a Varus tére, se a Szabadság tére, mi törököriek maradunk. És akkor dr. Boros Géza következő presbiter választásnál arra kért, hogy lépjek be, miután láttam, hogy micsoda reverenciával, micsoda tisztelettel kezdi a presbitereket, elhiteti velük, hogy ők fontos emberek. Mert tényleg így volt. Azt mondtam, hogy igen. Tehát így keveredtem bele aztán ebbe a folyamatba. Úgy emlékszem, hogy Boros Géza volt talán az, aki a magyar illetve a református világtalálkozót szervezésébe is részt vett, ami 89 vagy 90-ben volt Magyarországon. Az első. Ez meglep ez a jelzésed. És ő nem volt az a kifele szervező típus. Vagy a nevét, hogy őt felkérték esetleg arra, hogy ebben előadást tartson. Ez valószínű, mert ő egyébként a tudományos
Tehát ugye életben. Doktorált, akkoriban doktorált egyébként, igen, amikor igen, mi igen, ott igen. voltunk már. És ő az a magyarországi református lelkész volt, aki a Szentléleknek a szerepét a Szent Háromságból leginkább hangsúlyozta, azt mondom, nem legfontosabb, leginkább hangsúlyozta, és akik odafigyeltek, mondták, biztos így volt, hogy 3 évig prédikált a Szentlélekről dr. Boros Géza, de nagyon érdekes az, hogy a kitüntetést az elsőt nem a reformátusoktól, hanem a baptistáktól kapta. Igen? Igen, és posztumusz kapta meg aztán a doktori aranygyűrűt. És tulajdonképpen itt te közben dolgoztál is, és itt vagy már akkor már úgymond csak a presbiteri feladatokat láttam. Nem, hát én világi foglalkozású ember voltam. És akkor itt mit csináltál, amikor visszajöttél? Szentesről engem már elég ismertek, mert Szentesen ott kaptunk egy gyárat, de nem kaptunk hozzá tartalékalkatrészt, és akkoriban a devizakérdés az egy óriási kérdés volt, és amikor megadtuk, hogy na ez meg ez kell az egyéves üzemeltetés, ez a felét kihúzták, és ami maradt, az nem volt elég. Tehát egyszerűen agyalnunk kellett, hogy a elkopó alkatrészeket hogy helyettesítjük. Hát egy olyan gárda volt ott, ami álom. Először persze engem ki akartak szuperálni, az egyik mérnököt sikerült is, a másik fölbukott, én voltam az, aki végül, mint nélkülözhetetlen ott maradtam. Uh-huh. És hát azok is megkedveltek, akik esetleg előtte úgy gondolták, hogy nélkülöm is elmegy a gyár, és elindítottunk rengeteg ilyen alkatrészpótló fejlesztést. És ez a tevékenység a szinte paraszti zsenialitás szakemberben megmutatkozó súlya alapján olyan volt, hogy a végén már nem csak, hogy tartalékalkatrészeket gyártottunk, és folyamatosan tudott menni emiatt a gyár, hanem a gyártott tartalék alkatrészek olyan színvonalúak voltak, hogy az országban egyebet működött, főleg présgépek ezen kopó főalkatrészeit. Ez az most már melléküzem ágá növekedett kis üzem kezdte csinálni, és volt olyan idő, hogy úgy megtetszettek a gyártmányaink, akkor én már nem voltam ott, bocsánatot kérek, de ez odáig terebélyesedett, hogy a német Nagéma művek, amely egy présgépgyártó cég volt, jónak látta a saját maga által szállítandó matricákat ott Szentesen legyártani, természetesen az élgépen keresztül, aki mint külkereskedelmi közvetítő lehetett. Tehát engem, csak azért mondom, kérdésre válaszolok a kitérő után, hogy engem tulajdonképpen egy hétvégén helyeztek át itt Budapesten Szentesről a Gabonatősz Kutatóintézetének a takarmányosztályára, ahol az volt a dolgom, hogy az automatizálási feladatokat országos kiterjedésben hát koordináljuk, csináljuk, fejlesztjük, honosítsuk, és a többi. És hát ebben dolgoztam tulajdonképpen egészen a 80-as évek elejéig. Akkor abban a szerencsében részesültem, hogy az intézet egy olyan igazgatót kapott, akivel már korábbról én nagyon jó barátságban voltam, és aki nagyon szerette azt, amit csinálok, én meg a csoportom, közben a sütőipart is hozzánk csapták, tehát ennek a két iparágnak az automatizálási feladat az én osztályomra hárult, mert akkor osztályvezető lettem, és ez odáig vezetett, hogy az a kiváltság ért, hogy nyelvet tanulhattam főtevékenységként. Hát én így tudtam levizsgázni angolból is, oroszból is, hogy egy fél évet tulajdonképpen nem kellett volna bejárnom, persze nem lehetett megcsinálni, kellett dolgoznom azért, hogy menjen az ipar, de én így vizsgázhattam le nagyon kedvezményes körülmények között angolból, oroszból, és hát ez azt jelentette később, hogy ezek nagyon segítettek az érvényesülésbe. Hát kicsit vicces, hogy én ugye akkor KGST tárgyalásokra jártam a Szovjetunióba, mert egy kicsit másodrendű állampolgára voltam, ismertek, hogy ki vagyok, nem lehettem sehol, ugye első számú vezető, ez már Szentesen is megmutatkozott. De itt az volt aztán az egésznek az érdekessége, hogy egy bizonyos ponton láttam, hogy az ipar fejlődése olyan irányba mutat, hogy a gabonaipar ebben a struktúrában nem fog megmaradni,
és elkezdtem érdeklődni más irányokba. Így kerültem 2 évre a Műszeripari Kutatóintézetbe, ahol főmunkatársként az egyik nagyon kedvelt területemet, a digitális hitelesíthető mérlegeknek a területét munkáltam. De aztán ott nem vált be az, amit az ottani vezetővel kiagyaltunk, úgyhogy közös megegyezéssel aztán átmentem a kis vállalkozói szektorba, és életem utolsó éveit kisvállalkozóként. Az mit jelentett? Ez azt jelentett, hogy volt egy mikrobiotika nevezetű kis szövetkezet, ahova meghívtak főmérnöknek, mert akit oda szántak, az nem akart külföldről hazajönni, és hát egy kicsit ilyen bosszú voltam. Nem jól sült el a dolog, meg kell, hogy mondjam. De ez a kis szövetkezet, amelyik egy pincébe volt, amikor oda kerültem, ez 5 év alatt, kb. 15 milliós volt akkor az éves jövedelme, amiből az általam hozott munkák is benne voltak, és amikor 5 év múlva ott hagytam, akkor ez 1500 millió forint volt. Ez tehát igen. Egy nagyon nagy dinamikával működött, de nem tudtam elfogadni azt a etikai hozzáállást, amit volt, pedig nagyon szép terület volt, robotfejlesztés. Nagyon kiemelt feladatokat kaptam, az első festőrobotot szinte kézzel csináltuk meg azzal a külföldi szakemberrel, aki egy Trabant árát kérte egy napra szakértői díjként. Lehetett volna ebből nagyszerű kifejlet, de nem az lett, és akkor végül alapítottam egy külkereskedelmi KFT-t. Ennek lettem a menedzser igazgatója 5 éven keresztül, na és ebben a minőségemben aztán az amerikai céghez többször is kimehettem tréningekre, és végül innen nyugdíjaztam magamat 95-ben. Hát ez az életpályám, és itt elvileg vége szakadt, hát megint etikai okokból. Mm-hmm. Tehát mehettem volna én nyugodtan tovább a pályán, de a külkereskedelemben alkalmazott stílus nem fért össze az én hívő véleményemmel, és akkor azt mondtam, hogy stop, vegyétek meg a részemet, és csináljátok tovább, megvették, és végképpen elváltunk. És az érdekes, hogy akkor kinyílt egy kicsit a világ nekem 95-ben, mint nyugdíjas, és részben az igazságügyben, említetted az előbb a kirándulásokat, az igazságügyi műszaki szakértői intézet vezetőivel, Hadas Jánossal, aki nagyon jó barátom volt, közösen csináltunk legalább 5 tucat szakvéleményt, amelyek új iskolát jelentettek ebben a szakmában, megbecsültek minket. És ekkor ebben az állapotomban ért az a felkérés, ami miatt ezt már nem csinálhattam tovább. Mert még presbiterként, egyházmegyei gondnokként tehettem a dolgomat, de egyház körötti főgondnokként, zsinati elnökként már nem. Úgyhogy ekkoriban abba hagytam mindenféle egyéb civil munkát, és hát lettem egy olyan egyházi szakember, aki tulajdonképpen nem az, és ezt mindig szoktam mondani, hogy egy kicsit érezték rajtam azt, hogy egy kicsit istálló szagú vagyok, meg egy kicsit a bürgeri szagot is, mert hát ugye csizmadia, meg a kovács szénnek a szagát, mert ilyen iparos őseim is voltak. Nálunk az egyenesség és az igaz beszéd az alapkövetelmény, és ez sajnos még néha egyházi keretek között sem jeles dolog. Lehet, hogy némelyek kibeszélőnek mondják, nem vagyok az. De vannak dolgok, amelyet nem lehet elhallgatni. Hát igen. És hát ezért aztán az egyházban a pályám sokan megbecsültek, és most mit mondjak? Hát itt hordom ezt a pici jelvényt a Bethesdának a gyógyító közössége, ami Dizseri Tamás alapított még annak idején, annak a aranyjelvénye, amit szeretetből adott ez a közösség. Volt benne szakértelem is részemről, de szeretetből adták, ez egyértelmű. És a másik pedig, hogy akárhova megyek ma is, szeretnek, de valójában az a konfliktus helyzet, amely az egyház különböző területi részei között nyomokban még azután is megtalálható, hogy a mi ciklusunkban, és ezt a Völcskei elnök úr a 18 évet záró beszédében nagyon egyértelműen kifejezte, hogy ebben a második ciklus, mert ő 3 ciklusban, én voltam a másodikban az ő partnere, ebben a másodikban a békességszerzés az a legerősebb volt, és ekkor indult meg tulajdonképpen az a rend a református egyházban, ami tulajdonképpen ma is érvényes. Nekem emlékem a
Betesda kórházról annyi, hogy akkor, amikor kérte vissza az egyház ezt a gyermekkórházat, akkor ez elég rossz állapotban volt. Dizseri Tamást Pécsről az gyermekklinikának volt a vezetője, és hát végül is az én egyik nővérem mellette szolgált, és én örültem, hogy ő fölkerült Budapestre, hiszen ott is nagy szeretett örvend ember volt. És akkor kitaláltuk azt, hogy hogyan lehetne segíteni ezen a kórházon a gyerekek, mert ugye itt nem református gyerekekről volt szó, hanem gyerekgyógyászatról volt szó, ami mindegy, hogy milyen felekezethez tartozik. De egy rettenetes állapotban volt, és akkor sikerült kormány elé vinni egy úgynevezett címzett támogatásként, egy 120 milliós támogatást, amivel meg tudott indulni azzal, hogy a holland segítséget is még hozzá tudták szerezni, hiszen a hollandok azok mindig is a református egyháznak azért jelentős támogatói voltak. Én magam is jártam Hollandiába, és találkoztam az ottani református egyház vezetőivel is. Éppen Cövek Olivérrel együtt, aki a zsinati tanácsosként a főosztályra delegáltak. Na, egy picit azért előre mondjuk, hogy a kezdetben melyek voltak azok a feladatok számodra, ami segítette az egyháznak a megújulást, akár az egyetem, akár a szeretetszolgálat, akár a különböző társadalmi kapcsolatoknak a kiépítésébe? Hangsúlyozom, hogy ebbe a tisztségbe én majdnem, hogy véletlenül kerültem bele, nem azért, mert nem voltak meg hozzá az előzményi tisztségeim, hanem lettek volna sokkal alkalmasabb emberek rá, mint például a Dizseri Tamás, aki egy hihetetlenül agilis, törekvő ember volt, szerény és célra törő, és én ővele már úgy ismerkedtem meg, mint aki ezt a kórházat úgy nagyjából helyre tette. Igen. Annak idején szó volt esetleg, hogy ő lenne a főgondok, de ebből nem lehetett semmi. Ez egy másik történet. A kórházba sajnos én akkor kerültem ezzel kapcsolatban, amikor Dizseri Tamás egyik napról a másikra itt hagyott bennünket. Nagyon nagy veszteség volt. Igen. Kellett gondoskodni a helyetteséről, és természetesen pályázatot írtunk ki a kor és a normális gyakorlat szerint, a korszokása és a normális gyakorlat szerint, és erre volt más pályázó is. Én ugye, mint hát tisztes református úgy voltam vele, hogy mindenképpen a kvalitása fontos, de ha volna két egyenlő kvalitású ember, hát akkor a reformátust részesítsük előnybe. A folyamat eltartott egy darabig, megismerkedtem Velkei főigazgatóról, most már így hívom őt, a Gyuri Velkei György főigazgatóral, és nem csak a kollégái által adott jó bizonyságok, hanem a személyes benyomásom is egyértelművé tették, hogy nála alkalmasabb ember erre a tisztségre nincs. Ezt ma is fenntartom, miután ő ezt már jó ideje csinálja, és bebizonyította. Hát ugye annyira bebizonyította, úgy mellesre közben a Kórházszövetségnek az elnöke is. Igen. Volt 3 éven keresztül, megelőtte az előelnöke, meg az utóelnöke. És a kórházon olyan fejlesztések véghezvitelére került sor az ő igazgatása alatt, amelyek miatt ez a kórház az ország talán legjobb, hát egyik legjobb gyerekkórházává váljon, ne csináljunk válhatott. És aztán volt egy olyan típusú fejlesztés ebben a kórházban, amelyben egyik neves fejlesztő cég adományából, ha jól emlékszem, 120 milliós nagyon nagy adományából készítettek egy informatikai rendszert, amely megkönnyítette a diagnózisoknak a felállítását, a visszakeresését és egyebeket. És ennek a rendszernek a létesítése során kért meg engem a Velkei főigazgató úr, hogy hát miután ő ebben nem jártas, hát legyek szíves, és helyette az odafigyelést tegyem meg. Hát én ezt megtettem, és nélkülem is ment volna, az sikeresen, eredményesen elkészült. Ne szerénykedj! Tessék? Ne szerénykedj! Hát ez az igazság. De egyébként meg olyan kapcsolatba kerültem a gyógyító közösséggel, amivel ugye minden évben volt valami ünnepség, és hát így kontaktusunk volt egymással, hogy ők szerettek engem, és én nekem ez nagyon jól
esik, hogy egy nem szakmai számomra, nem szakmai közösség szeretett engem. A másik nagy, tehát ugye az egyik fő feladat volt a ciklus kezdetén 2002-ben, hogy azt a feszültséget, amely Dunamellék és Tiszántúl között nagyon erős volt, és némelyek szerint akár egyházszakadásra is vezethetett volna, ezt kell megszüntetni. Hát az első elnökségi tanácson láttuk, hogy kik jöttek össze, nagyszerű emberekkel voltunk ott. Megtöltve, akár püspökökről van szó, akár főgondolókról. És az első dolog az volt, hogy na, akkor nézzük csak meg. És mindenki elmondta azt, hogy mit mondanak róla, és mi az igazság. Hát ugye ekkoriban volt különben, emlékszünk az a bizonyos 3x3-as láz is. Kérdés, igen. Amit Kósa Ferenc professzor úr jóindulatúan a maga 900 szavas hozzászólásával elindított, de hát igen nagy hullámokat vetett, és hát mindenkiben 3x3-as jelentőt láttak. Na hát ez, mi voltunk az elsők, akiknek be kellett szereznünk az igazolást, és hát volt, kajánul néztek az egyikre, hogy az úgyse fogja beszerezni. Beszerezte az igazolást, és megmutatta, senki se volt köztünk 3x3-as. És ez a békesség, ez tényleg létrejött. Tehát akik ott jelen voltak, ezt komolyan vették, és ebben a szellemben mehetett tovább ez a ciklus, és ennek köszönhető az, hogy egy sor olyan kérdés, ami elintézetlen volt, elintézetlen, a zsinat rendje korrekté vált. Volt egy nagyszerű fiatal ember, aki a Meritei Sándor főtiszteletű zsinati tanácsos úr kivonulása után igen. Átvette a parancsnokságot. Tar Zoltán volt ez a fiatal ember, aki korához képest hihetetlenül tehetséges, átlátó képességű, agilitású, az embereket kezelni tudó ember volt, de nem csak erről volt szó, hanem magának a zsinatnak a menete, az teljesen olajzottá vált. Hát ha valaki, akkor mi zsinati elnökök tudjuk, hogy mit jelent, hogyha moderálni kell egy 100 fős közösséget, ahol azért nem mindenkinek tetszik egy szóra, ami elhangzik, és közben minden, amit tennünk és mondanunk kell, ott van előttünk. Hát ez bizony a zsinati tanácsosi hivatalnak volt, a zsinati hivatalnak, bocsánat, ez a hivatalos neve, ennek volt a műve, és ez tartott egész addig, amíg az én ciklusom véget nem ért. Közben megalakítottuk a szeretett szolgálati irodát, mert volt egy szeretett szolgálatunk, de valljuk meg őszintén, hogy az olyan egyszemélyes, rátekintéses, segítéses típus volt, na szóval nem kellően áttekinthető. Tiszteltem és becsültem az akkori vezetőjét, mert nagyon korrekt és precíz volt, az ő adminisztrációja mindig korrekt volt, de ezt át kellett alakítani. És ezt tett Cibere Károly, akkor éppen valahonnan el tudott hozzánk jönni, és ennek az irodának az első számú vezetőjeként hihetetlenül komoly munkát végzett nálunk. Ez igaz. Hát ugye utána kellett magasabb pozícióra, de hát most már aztán a szekér megy. Neki az az érzésem, hogy az volt az igazi énje, amikor ott volt. Hát könnyen lehet, hogy így van. Igen. Igen, nagyon, nagyon jó munkakapcsolatunk volt vele. Ha jól nem emlékszem, hogy Sáros Pataki... Nem politikusnak való, már elnézés, hogy ezt mondom róla. Ő egy igazán jó szakember, akit abba aztán valóban tényleg megfelelőképpen mindenki tisztelt és szeretett. Sok ilyen ember van, aki elvállal funkciót, de nem alkalmas, mert előbb-utóbb rájön arra, hogy nincs sikerélménye. Hát ő korábban a munkahelyi minisztériumban azért elég sikeresen látta ott, a feladatát, igen. Tehát hogy mondjam, voltak azért neki ilyen muníciója, hitelesítő igazolásai. Nem tudom megítélni, hogy a mostani munkája az hol áll. Szoktam néha vele találkozni, barátságosan összekacsintunk, és azt mindenki megy tovább. De akkor a szolgálat megjelenése egy határozottan új lépés volt. Igen. A nyugdíjintézetnek a reformálása például. Igen. Az is jó kezekbe került, és ezt minden kerület egyformán támogatta, tehát itt nem voltak pozícióharcok. Aztán ugye volt egy nagy feladat, ami nekem szívem csücske, ez pedig a Balaton-Szárszói konferenciatelep. Uh-huh. No, ehhez az egészhez azért tegyük hozzá, nem politizálunk, de azért valljuk be, hogy amikor mi kezdtünk, a Fidesz akkor bukott meg. Ami azt jelentette, hogy az adományozott Balaton-Szárszói konferenciatelep, amelyre a Fidesz akkoriban adott mondjuk 1600 millió forintot, azt akkor kellett fölépíteni, amikor már nem a Fidesz volt a
Porondon. Ja, és ez mindig, mindnyáján tudjuk, hogy ugye elhatároznak egy költségvetést, akkor közben emelkednek az árak, tehát ezt validálni kell, ezt jól ismerjük a vagyonrendezési folyamatból. És ez, amikor elkezdhetük építeni, letettük az alapkövet, ez számomra megint csak egy óriási megtiszteltetés nekem. Bala Péteren keresztül, aki engem jó barátjának tartott, nagy megtiszteltetés. Szárszó a szívem csücske. És hát Matolcsi miniszter úrral ketten tehettük le az alapkövét. Ez egy fantasztikus érzés. Na és hát azóta is Balaton szárszó a szívemen fekszik, de ott kezdődött, hogy nem fért bele abba az összegbe, amit adott rá a kormány. És emiatt lehet, hogy rossz számot mondtam, 1600 milliárd körül volt a végösszeg, de abból 400 milliárdot az egyháznak kellett adnia. És hát képzeljük el, ez egy óriási pénz ahhoz, hogy nem lehet csak úgy lecsípni és elmenni fölötte. Itt felelősök voltak meg minden, szóval egy kicsit rossz volt ez. És ami a legnagyobb probléma a Balatonszárszóban, hogy olyan költség merült fel az üzemeltetési költségek között, amit senki se tudott vállalni. Tehát amit ezt akkor 98 előttiek kigondoltak, az valahogy úgy volt, hogy lesz ez egy csodás konferenciatelep, de ha kell a kormánynak, Fidesznek, meg akárkiknek, ők is itt fogják csinálni a rendezvényeiket, és akkor az ebből befolyó térítési díjak valahogy egyensúlyba tartják. Mm-hmm. Akkor a konferencia költségek merültek fel, hogy nem lehetett konferenciát rendezni. Mm-hmm. Ezért ott voltunk, hogy a konferencia telepet egyszerűen hibernálni kellett. Képzeljük el. Na, mindegy, hát a konferencia teleppel kapcsolatosan utoljára beszélek róla, mert szívem csücske, ezért elnézést kérek. De én úgy képzeltem el, és erre előterjesztést is adtam, hogy ez a csodálatos helyszín legyen egy Kárpát-medencéje, Kárpát-medencei, kálvinista identitás képzőközpont. Na, igen. Egy olyan központ, ahova az egész Kárpát-medencéből a gyülekezetek egy előre meghatározott szent rendszerint heti kurzusokra küldjék el a kulcsembereiket, és a részvételi díjat meg úgy tegyük elérhetővé, hogy az egyharmadát fizesse a delikvens, egyharmadát az őt küldő egyház, és egyharmad egy központi alapból. Uh-huh. És akkor a jelentkező nagy üzemeltetési költségek valahonnan kijöttek volna. Én ezt előterjesztettem, de nem volt rá vevő. Nem volt rá vevő, nem részletezem, mert sok minden volt közben ott, próbálkozások és egyebek, de végül most, és ennek nagyon örülök, mert vannak ott a környéken nagyon jó gyülekezek, például a Szóládi gyülekezet, a Hajdú Zoltán és Családja című társaság, azok nagyon élő gyülekezet, és ha azok tudnának egy kicsit a Balaton. Ez az Enyingi Hajdú Zoltánnak a fia. Az. A Hajdú Zoltán Levente a Szóládi. Levente, igen. De a Hajdú Zoltán maga még mindig aktív. Mindig aktív. Szóval egy ilyen környezetben tényleg válhatna ez egy nagyszerű, és közben az evangélikusoknak is van Szárszón egy konferencia telepe. Tehát lehetne tulajdonképpen közös vállalkozásokat csinálni. Ezt az egészet úgy képzeltem el egyébként, hogy az érdemi előadásokat föl kell venni, és miután olyan a berendezés, hogy három vetítő vásznon vissza lehet játszani, tehát a későbbiekben nem kell az előadót meghívni addig, amíg aktuális hát a mondani igen. való, és az ott megfordultak közül, mert ki kellene olyanokat választani, akik a későbbi kurzusokban már mint vezetőt hát irányítok. Na, hát ez a vad elképzelésem, mondom, nem talált megértése, bár az igazság az, hogy Szabó Püspök úrral ezen a ponton egyetértettünk volna, de hát aztán más üzleti elképzeléseket felülírták, most kezd valami lenni, és miután aztán volt egy próbálkozásunk még együtt, ez úgynevezett református, közéleti és kulturális központ alapítvány, amelyet annak idején a Polgári Magyarországért mozgalommal együtt a Zsinat alapított. Véletlenül Balogh Zoltán volt annak akkor a vezetője. Ez azért készült, hogy az egyház szerepe a közéletben az a bizonyos pártpolitikamentes megjelenésben ezen a szerven keresztül valósulhasson meg. Ennek Kálmán Attila államtitkár úr és később zsinati elnök volt az első kuratóriumi elnöke, magam elejétől fogva kurátora voltam, aztán ő ezt leadta, és akkor én lettem a kurátora ennek a társaságnak. Sose kaptunk annyi pénzt, amiből ezt lehetett volna az eredeti célkitűzésnek megfelelően folytatni. Tehát vegetáltunk, azt végül oda jutottunk már, hogy tulajdonképpen
annyi pénz volt, hogy az igazgatónak a fizetése kitelt, és akkor azt mondom, hogy stop, innentől hibernálunk, és megvárjuk a szebb időket. A szebb idő eljött, most a változások során ez a testület nagyobb összegeket kap támogatásként, és a rendezvényei remélem, hogy mert abba az irányba futnak, csak végül elérik azt a célt, amire eredetileg őt szántuk. Még egy kérdés, ami lenne, hogy említetted a Duna melléki egyházkerület és a zsinat közti vita, gondolom itt a Károly Gáspár Egyetem kérdése is itt felmerült. Kezdetben, igen. Ez végül is hogy rendeződött? A Károly Gáspár Egyetemnek az ügye, az végül is az előző elnökségnek a problematikája volt, aki ezt egyházkerületi fenntartásba akarta működtetni, de ez egy országos vállalkozás, egy egyetem. Tehát ezen a ponton voltak eltérések, és a elnökváltásnál, tehát a zsinati elnökség váltásnál itt változott meg a helyzet, hogy zsinati fenntartásba menjen át az egyetem, és ahogy átkerült zsinati fenntartásba, amit egyébként Szabó Püspök úr, mint ugye kerületi lelkészi elnök támogatott a maga részéről. Tehát ez a folyamat egészségesen elindult, szakemberek kerültek a különféle pozícióba, gazdasági testület alakult, amelyik az egyetemet úgy rendbe hozta, hogy korábban, ha jól emlékszem, olyan 500 milliárdot emésztett föl évente az egyházi büdzséből, és ezek után profittal zárta az éveket az egyetem, és ez ma is tudomásom szerint így van. Megnövekedett az érdeklődés az egyetem iránt. Jól prosperál az egyetem, nem tudok mit mondani. Ez akkor indult valóban. Hát igen, ennek én abba tudtam annak idején segíteni, ez 89-90-ről beszélek, amikor Nagykörösön az úgynevezett tanítóképzés, református tanítóképzés elindulhatott. Ez nem a református egyház kérésére, hanem akkor az úgynevezett pártbizottságok, munkásról laktanyák, MHS ingatlanokat a helyi tanácsok kérhették valamilyen funkcióra, és az akkori tanácselnök Huszár Kálmán és Szenci Árpád, aki azóta már ennek a karnak a dékánya is, azt, hogy hát újrainduljon az a szellemi bázis, aminek Nagykörös azért jelentős, hogy is mondjam, hát szerepe volt. Igen, ám, de akkor a püspök úr mondta, hogy hát de erre mi nem vagyunk fölkészülve, és akkor Nagy József, a Jászberényi tanítóképző főigazgatója vállalta, hogy elindítja ő, mint kihelyezett tagozat, de természetesen a református egyház iskolázza be, és akkor később ezt a köldökzsinort elvágták, és így lett önálló, és a mai napig is a volt pártbizottság épületébe működik a tanítóképző, természetesen Budapesten is van, mert itt van több hallgató, mint ott, hát hiszen ha valaki a demográfiát figyeli, akkor Budapest és igen. Pest megyében van a legtöbb érettségit végző gyerek, ahogy lejjebb megyünk, már kevésbé, tehát így a felsőoktatási intézményeknek a merítési lehetősége igen. Ott van, ahol ezt azért figyelembe kell venni. És hát ez végül is ez egy jó dolog volt, hogy az azóta is megmaradt. Egy apróságot, ha elmondhatok, csak amikor először volt kariülés, akkor természetesen a fenntartónak a képviseletében, ami többször voltam én, és csodálkozva láttam, hogy nincs imádság. És hát megkértem az akkori rektor urat, hogy az egyházi testületek úgy kezdik mindig a ülésüket, hogy igeolvasás és imádság. És hát merem remélni, hogy ma is. Attól kezdve, de ma is ez van, mert amíg voltunk, volt a imádság. Ha szabad még egy percet, annyit mondanom, hogy van egy kedvenc darabom, talán már a darab nem is olyan jó, mint a mondani valója. Jerome K. Jerome, magyarul Klapka Jeromos, igen. Mert jó tudjuk, hogy Klapka tábornoknak a nevét vette föl tiszteletből ez az angol publicista. A Valaki járt itt című kis darabját, ha valaki akarja, meg tudja nézni a kolozsvári váradi ifjaknak az előadásában, ott találtam meg, még sose láttam, csak a tanulságát ismertem, aminek az a lényege, hogy egy panzióba valaki jön, tesz ezt, amaszt, azért úgy burkoltam Krisztus, és utána megváltoznak dolgok, és úgy zárul, ahogy az egyik cselédlány azt mondja, valaki járt itt.
Nekem, aki nem vagyok humán felkészültséggel megállva, tehát tulajdonképpen egy picit kakukkfiókaként kerültem a református egyháznak a testébe, nekem valahogy ez a vágyam nem csak a református egyháznak, akárhol, hogyha egyszer valaki említi a nevemet, akkor a valaki járt itt gondolattal társítsa. Na hát akkor hát valaki járt itt, ugye Nagy Sándor járt itt, Huszár Pál is járt itt, és jövőre is csináltam minten, és őtől is megkérdeztem, és most tőled is megkérdezem, hogy itt szóba került ugye az egyháznak a különböző intézmény fenntartásával kapcsolatos, de elsősorban a hitélet gondozásával kapcsolatos anyagi problémák is, hogy ne mindenkori államtól kapjon pénzt, hanem önmaga tudjon önállóan gazdálkodni, hogy tudja ellátni mindazt a feladatot, ami nem a szektorsemleges finanszírozás elvéből, hanem elsősorban a hitélet gondozásához szükséges. És én felvetettem, de ezt mondom már majdnem lassan 10 éve, hogy jó lenne a 73 évvel ezelőtt elkobzott vagyonnak a jogi rendezését napirendre tűzni, nem visszakérni, hanem jogi rendezését. Ez egy nagyon fontos lenne, hogy a közvélemény megismerje azt, hogy végül is az egyházak nem az a mindenkori állam kegyéből működtek, igen, hanem volt miből, adományokból összegyűjtött örökség, amit 45-ben elkoboztak. Ennek ma lehetne egy ára, idézőjebb egy tőkéje, amit az örökös járadék formájában a lemondott házas ingatlanokhoz hozzátenni, mert ugye ez a rendszer, ez működik. És akkor megállapodni az, hogy az jelenlegi feladataimnak ellátásához hány százalékos kamattal állapodok meg az állammal, azzal, hogy örökre lemondom, és akkor ez a kérdés nem szabad, hogy felmerüljön. Én ezt felvetettem Huszár Palinak, ez nagyon tetszett, és mondta, hogy ezt megpróbálja továbbvinni. A politika ma még erre nem képes, vagy nem hajlandó, pedig én azt javasoltam, hogy a reformátusság most, hogy tulajdonképpen a hatalomnak a csúcsán van, hiszen a kormányzásban a reformátusság azért mégiscsak többségben van, beírhatná magát a történelembe, ha ezt a kérdést előveszi. Egyedül maradtunk a volt szocialista ország közül, amit ezt a kérdést még nem rendeztük. Legutoljára a csehek rendezték. Azt a modellt Magyarországon valamennyire át lehetne venni, annak egy magyarított változatát. Én ezt javasoltam, le is írtam, de egyelőre sehol semmi, pedig adna egy megnyugtatást annak, hogy ne kelljen mindig a színek után nézni, és ahhoz igazítani a nem 4 évbe gondolkodó, hanem hosszú távba gondolkodó, mondjuk a 500 évbe, vagy a 2000 évbe, vagy x ezer évbe gondolkodó közösségeknek a biztos működését. Te ezt hogy látod? Hát ebben a meggondolásban nem vagy egyedül. Ezzel természetesen teljes mértékben egyet lehet vele érteni, én magam is, de annyira, hogy annak idején magam már ezen gondolkoztam, de akkor hadd kérdezzem meg tőled, hogy hogy is van ez, mert én hallottam egy előző műsorodban az erre vonatkozó álláspontodat, és ott azt mondtad, hogy körülbelül 200 ezer hektárnyi lenne a református egyháznak. Körülbelül, de lehet, hogy több. Én direkt felhívtam telefonon a Fodorné dr. Nagy Saroltát, aki annak idején az egyik könyvébe írt arra, mert én úgy emlékeztem, hogy 51 néhány ezer katasztrális holdról van, szóval tudjuk, hogy a kettő semmi nincs, a hold és a hektár nem ugyanaz, de a 200 ezer az sokkal több, mint az 54 ezer. És most felhívtam, és ő állítja, hogy igen, ő így tudja, bár azt is mondta, hogy vannak most már valami újabb számítások. Tehát én kérdezem meg akkor, ha megengeded, egyetértve, tehát még egyszer a gondolattal, nagyszerű volna, hogyha egyszer már az egész ország, hát a nem hívők is látnák, hogy adósságtörlesztésről van szó. Nem kellene mindig egyházellenes hangulatot kelteni. De hogy akkor honnan származik ez az nagyon adat, nagyon egyszerű, amit te mondtál? Meg kell nézni 1940-es földfelmérésnek, és abban pontosan benne van, hogy melyik egyháznak mennyi volt a birtoka, melyik szerzetesen, de káplomnak, és így tovább. És az, sőt, az is, hogy 50 ezer vagy 500 ezernél több.
és ez több mint 1 millió hektárról van szó. Igen, ez elhangzott. És ezt, ezt az 1 millió hektár földet, amikor a fazekas Sándor bevitte a törvényt, én már akkor javasoltam, hogy ezt a, be kellene írni ezt a mondatot, hogy 1 millió hektár föld nem adható el, nem bérelhető, mondva, hogy ennek a jogi rendezése még nem tisztázott, és ez megmaradna örökös állami földnek. Mert van ennyi állami tulajdon. Ennyi kellene, hogy lehet. És ez, hogy van most már nincsen ennyi, de ennyi lehetne, mert végül is ezek már nincsenek így de jure, de faktu azért ezek voltak, és ezeket úgy gyűjtötték össze adományokból. Tehát ez nem... Így van. Tehát ezt nem szerezték valamilyen kizsákmányolási munkával. Így van. Elnézést már, de hát azt hiszem, hogy eddig nem, is... Nem, teljesen így van, hogy ez volna a végleges rendezésnek. És hát Aranyos Sándorkám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk, és hát végül is nagyon sok mindenbe találtunk közös eredményeket is, és hogy is mondjam, személyeket is, akiket nagy tisztelet övez általad is, általam is. Úgyhogy a további munkádhoz is sok sikert kívánok. Minden esetre segítsd az, hogy valóban az a közösség, amelyik valóban tavaly ünnepeltette, sőt, a magyar református 450. évét, a reformátusság pedig 500. évét, tehát maga az azért mindig nem csak októberben, hanem minden napban érződő legyen az állampolgárok részéről, annak tisztelete is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy megszólalhattam.